Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. Vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol be tudok pillantani minden életterületre, a párkapcsolatnál összehasonlítom a horoszkópotokat, és akkor látjuk azt, hogy hol van vonzalom, hol vannak akadályok. És most visszatérek a kérdésekre. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő terve, mi az ő gondolata. Itt látható a kutya, ez lehet természetesen egy házi állat is. De van ennek a kártyának szimbolikus jelentése. Mégpedig utal a hűségre. És ha hűségről van szó, akkor ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is, és itt megvan a baráti kapcsolat, barátságosak hozzá. Tehát elégedett most a munkahelyen. Hogyan érzi magát? Döntések előtt áll, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és majd elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, és ez kihat a szerelmi életre, a ti párkapcsolatotokra. Az is lehet, hogy találkozni akar veled, mert úgy érzi, a sors utatok itt újra kereszteződik. És szerelemről van szó. Mit fog tenni? A medve jelenti az ő élet erejét, ezzel be tudja bizonyítani magát, de jelenti a belső erőt is, a hitet. Ő hisz abban, hogy ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, ezek lesznek a lehetőségek, egy új irány köztetek, hűséges, nálad le tud horgonyozni, és itt megjelenik a szerelem, és ő szeret téged, és bízik abban, hogy te is szereted őt. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a pecsét, tehát ez egy tuti dolog. Amit ez a levél még jelent, egy hír, mert nyitott lesz, útban van hozzád, hűséges, beszél munkáról is, de beszél a szerelemről is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, szeretettel, Dendera!